Jó estét kívánok, a híres híreket látják pénteken este 19 órakor élőben. A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. 3 milliárd forintból egy év alatt valósult meg a Mercedes-Benz Akadémia. Kitiltották az országból, és 13 év fegyházra ítélték a homoszexuális prostituált gyilkosát. Átadták a Bács-Kiskun megyei építészeti díjakat. Elkészült a Mercedes-Benz Academy, amely a kecskeméti gyár szomszédságában várja a duális képzés résztvevőit. A 3 milliárd forintos beruházás eredményeképpen létrejövő intézmény nem csak az iskolásokat várja képzéssel, oktatással és továbbképzési lehetőséggel, hanem a Mercedesnél munkába állókat is. Átvágták a szalagot a Mercedes-Benz Academy Kecskemét épületén. A képzési központ Magyarország egyik legkorszerűbb oktatási intézményévé vált a kecskeméti Mercedes-Benz gyár jóvoltából. Ez a képzési központunk, ami valóban minden képzési formát magába foglal, amivel a Mercedes környékén foglalkozunk. Így a szakképzésben résztvevő diákok itt tanulnak, a duális felsőoktatási képzésben lévő diákok, meglévő munkavállalóink itt kapják a betanulási képzést, illetve a továbbképzéseket, vezető kollégáink képzései, soft skill tréningek, nyelvi képzések itt zajlanak, illetve az új kollégák kiválasztása és üdvözlése is ebben az épületben kap majd helyet. A 8000 négyzetméteres központot egy év alatt építették fel, és már idén megkezdődik az oktatás. A diákok gépjármű mechatronikus, szerszemkészítő, gépgyártás technológiai technikus, járműkarosszéria előkészítő és felületbevonó, illetve mechatronikus karbantartó képesítést szerezhetnek. Ez utóbbi kiegészül egy egyéves ráépülő automatikai berendezés karbantartó képzéssel is. Az iskolába elméleti oldalról átadnak, ugye azt a gyakorlathelyen átviszik gyakorlatba, és ezt át tudják lenni diákok, tapasztalják, tanulják. Itt a legelején ilyen fémipari alapképzés van, reszelés, forgásás, fúrás, utána a későbbiek folyamán már gépi forgácsolás, marás, esztergálás, köszörülés. A képzési központ ünnepélyes megnyitóján dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is méltatta a duális képzést. 2014-ben nekiálltunk a felsőoktatási rendszer átalakításának. Mindkét átalakításnak az egyik legfontosabb szempontja az volt, hogy hogyan tudjuk közelhozni az iskolát a munkaerőpiac igényeihez. Én azt gondolom, hogy a mai esemény is azt mutatja, hogy ezt egészen jól sikerült. Jó döntésnek bizonyult a duális képzés magyarországi bevezetése. Szemerei Népataki Klaudia polgármester pedig elmondta, annak idején dr. Palkovics Lászlóval, jelenlegi innovációs és technológiai miniszterrel kezdték el a duális képzés kialakításának felépítését. Kecskeméten az országban elsőként indult el a duális képzés úgy a szakképzésben, mint a felsőoktatásban. Ma már 2000 duális hallgató van országszerte, és 700 cég működik közre. Kiutasították Magyarországról, és 13 év fegyházra ítélték azt a román állampolgárt, aki 1996-ban társával együtt gyilkolt meg egy kiskunfélegyházi férfit. Az ítéletet ma mondták ki a kecskeméti törvényszéken. Bilincsben és Rabláncban hozták be a tárgyalóterembe azt a román állampolgárt, aki gyilkosság miatt állt a bíróság elé. A vádlott és társa, aki 2007-ben betegségben elhunyt, 1996 őszén megölt egy kiskunfélegyházi homoszexuális prostituáltat. A román férfi ügyében ma ítéletet hirdetett a kecskeméti törvényszék. Vádlott bűnös emberölés büntettében, ami az 1978. negyedik törvény 166. szakasz első bekezdése és második bekezdés B és D pontjai szerint minősül, mint társtettes. Ezért a bíróság vádlott a 13 év szabadságvesztés büntetése, valamint Magyarország területéről való kiutasításra ítéli. A kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fegyház. Azért született ilyen súlyos ítélet, mivel a két román férfi különös kegyetlenséggel gyilkolta meg a kiskunfélegyházi lakost. Az egyik éjszakát a sértetnél töltötte a vádlott és társa, majd reggel rátámadtak a még alvó férfira. Többször nagy erővel fejbevágták a bontatlan üvegekkel, melynek következtében többszörös koponya és orrcsonttörést szenvedett. A sértett ekkor elveszítette az eszméletét.
Amikor viszont magához tért, újra dulakodni kezdtek a férfiak. A vádlott és társa ököllel többször megütötték, megrugdosták, valamint késsel is megszúrták több helyen is. Az egyik szúrás behatolt a férfi mellkasába. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett a kiskunfélegyházi lakos, hogy a helyszínen életét vesztette. Ezt követően a vádlott és társa átkutatta a lakást értékek után, akik elvittek egy videómagnót, valamint ékszereket. A férfi holttestét a kora esti órákban találták meg a kollégái. Halála fokozott fájdalommal és szenvedéssel járt. 1998-ban a nyomozást felfüggesztették bizonyíték hiánya miatt, majd 2015-ben új adatok birtokában újraindították az ügyet. Tragédia történt ma dél körül a Széchenyi városban, az Irinyi utcában. Egy idős férfi levetette magát egy panelház 8. emeletéről, és azonnal szörnyet halt. Egy kecskeméti Facebook csoportban röppent fel a hír, miszerint mentő, rendőrautó és egy hullaszállító érkezett az egyik épülethez. Mint kiderült, azért történt riasztás, mert valaki öngyilkosságot követett el. Ott jártunk, akkor már csak a vért lefedő homok, valamint a jelölések látszottak. A férfi körülbelül 25 métert zuhanhatott. Ha valaki krízis helyzetben van, hívja a 116-123-as ingyenes lelkisegélyszámot. A Bolyai János Gimnázium városunk és megyénk legjobb középiskolája a heti világgazdaság pénteken megjelent országos top 100-as összesítése szerint. A kecskeméti gimnáziumok sorában őt követi a Bányai Júlia Gimnázium és a Katona József Gimnázium. A lista némileg más képet fest, mint a legjobbiskola.hu október elején publikált rangsora. 6. alkalommal készítette el a heti világgazdaság Magyarország legjobb 100 középiskolájának listáját, amelyen a Bolyai János Gimnázium 49. lett. Ezzel az eredménnyel az iskola nem csak városunk, de megyénk legjobbja is. A kecskeméti intézmények sorában a Bányai Júlia Gimnázium a második, az országos listán megszerzett 65. helyével, a Katona József Gimnáziumot pedig a 75. helyre sorolják a felmérés készítői. Az intézményeket az évente elvégzett kompetenciamérések adatai és a 4 kötelező érettségi tárgy eredményei alapján értékelték, valamint figyelembe vették a felsőfokú képzésre felvett hallgatók átlagpontszámát is. Az eredmények mást mutatnak, mint a legjobbiskola.hu október 8-án közzétett felmérése. Azon a listán a Katona vezeti a kecskeméti középiskolák rangsorát 86. helyezésével, a többi intézmény pedig nem is szerepel az első 100-ban. Kecskeméti viszonylatban a Bányait a 3., a Bolyait a 6. helyre sorolták. A készítők az oktatási hivatal által közzétett érettségi és kompetencia eredményeket vették figyelembe. Módszerük objektivitását azzal igyekeztek igazolni, hogy az e-féle listáknál megszokott egyéves vizsgált időtartam helyett több év eredményeit elemezték. Számos fontos szempontot azonban figyelmen kívül hagytak. Nem foglalkoztak a pedagógiai hozzáadott értékkel. Az előrehozott érettségit teljesítő tanulókat sem vették figyelembe, valamint az érettségizők létszámát nem tagintézményi bontásban határozták meg. Ezekre korábbi megkeresésünkkor dr. Fűzőné Tímár Éva, a Bolyai János Gimnázium igazgatója hívta fel a figyelmet. A portálon közzétett lista a versenyeredményeket és a tanári létszámadatokat sem tartalmazza. A hiányosságok egy részének pótlására a felmérést végző szülőkből álló csapat honlapján ígéretet tett. Átadták az idei építészeti díjakat. A zsűri döntése alapján idén a legszebb épületek közül 3 is Kecskeméten található. A rangos elismerés mellett egy üveg emléktábla is hirdeti a győzteseket, hogy a környéken élők is büszkék lehessenek rá. A legszebb épületek Kecskeméten vannak a megyében. 4 díjból 3 is városunkban került az idei Bács-Kiskun megyei építészeti díjak közül. Az elismeréseket tegnap délután adták át a Bács-Kiskun megyei építészkamara ünnepségén a Híres Agórában, ahol Katkis Tamás a kamara elnöke köszöntötte a díjra pályázókat. Elmondta, a zsűri kötöttségek nélkül dönthetett a díjakról. Ismert építészekből álló zsűrinek a döntéskörébe tesszük azt, hogy ők hány díjat adnak ki, és hogy azt most különböző épületekre, középület, lakóépület, belső építészet, hogy ők mire gondolják azt, hogy az méltó arra, hogy díjat kapjon. Úgyhogy nem voltak most kategóriák, szabadon dönthetett a zsűri. A rendezvényen Füleki Zsolt, az építészet és építésügyi államtitkárság helyett
Mészáros államtitkára köszöntötte a díjazottakat. Elmondta, az ilyen alkalmak szakmai visszatekintése és erőgyűjtése is jók, mert a követendő példákra és a visszajelzésekre az államtitkárságnak is oda kell figyelnie. De idén nem csak a tervezők kaptak díjat. Ebben az évben egy új elem is bekerült, egy üvegtáblát, emléktáblát készítettünk, ezt is adjuk ajándékba, ez felkerülhet az épületek falára, pontosan azért, hogy mind a beruházó, mind a használó, mind a kivitelező büszkék legyenek arra az épületre, amit a szakma elismer. Az elismerést Vesmás Péter, a zsűri elnöke nyújtott át Katkis Tamásnak, az Árpádvárosi Csigabiga óvoda felújításának és átalakításának megtervezéséért. A kecskeméti Gerlice utca 16 szám alatti új építésű családi házért Bajnóci Sándor, míg a Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara dísztermének belső építészeti átalakításáért Vincellér Zsolt vetett át elismerést. A negyedik díjazott Szabó László egy kalocsai lakóépület modern rekonstrukciójáért kapta meg a díjat. Különleges avatási ceremóniát tartottak ma délelőtt a kecskeméti belvárosi Zrínyi-Ilona általános iskola Tóth László iskolájában. Október 1-én vezették be az intézménybe a Presley-Ridge módszert, amelynek célja az életrenevelés, a magatartási problémák javítása. Ennek érdekében közösen varázsolnak a tanárok és a gyermekek, sőt a szülőket is szeretnék bevonni az iskola életébe. Október 1-től valóban az az egyik legfontosabb céljuk a Tóth László iskola diákjainak, hogy jók legyenek. Hosszú előkészítés után ekkor vezették be ugyanis az intézményben a Presley-Ridge módszert. A magatartás módosító program célja, hogy a gyerekek helyes viselkedési mintákat kapjanak, így felnőve a társadalom hasznos és aktív tagjaivá válhassanak. A pedagógusok felkészítése már az előző tanévben megkezdődött, október 1-től pedig élesben próbálhatták ki a tanultakat az iskola minden osztályában. Azóta a diákok egyéni, az osztályok csoportok pedig közös célokat határoztak meg. Ha ezek teljesülnek, virtuális pénzt, úgynevezett dabrákat gyűjthetnek, ezeket pedig beválthatják az iskola abrakadabra boltjában. Ezt támogatóiknak köszönhetően tölthették fel értékes ajándékokkal. A tanárok a program keretében varázslókká váltak, a diákokat pedig a mai ünnepségen varázstanoncokká és varázsifjakká avatták. A ceremónián részt vett Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Zsámboki Anna tankerületi igazgató, de szülők is eljöttek a rendezvényre. Velük is szorosabb kapcsolatot szeretnének kialakítani a tanárok a siker érdekében. A közös fogadalomtétel után két nagy varázsbástyát emeltek a varázsvárra alakult iskolában. Az alapok üvegjeibe azok a tulajdonságok kerültek, amelyektől szeretnének megszabadulni a gyerekek. A falakat pedig csillagokkal díszítették, amelyekre ráírták a csoportok kitűzött céljait. Varázssüti evéssel fejeződött be az ünnepség, az őszi szünet után pedig közösen dolgoznak majd a tanárok és a diákok azon, hogy valódi csodák születhessenek a Zollner téri varázsvárban. A témáról bővebben kiemelő című műsorunkban hallhatnak Tóth Betti tagintézmény vezetőtől. Hatalmas sikert arattak a Neumann János Egyetem kecskeméti motorépítői a Motostudent versenyen Spanyolországban. Harmadik helyezést értek el a világbajnokságon. A Kenji Racing Team motorja lett kategóriájában a legkönnyebb és a második leggyorsabb jármű. Idén októberben 5. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Motostudent versenyt Spanyolországban. Magyarországról egyedül csapatként a kecskeméti motorépítőknek sikerült kijutni a megmérettetésre, amelyen 15 ország 70 csapata vett részt elektromos és belső égésű kategóriában. A miénk mindkettőben indultak, melyre mindössze 4 csapat vállalkozott. A 4 napos kihíváson számos versenyszámmal kellett szembenézni a 16 fős csapatnak. Az első napokon a csapatoknak prezentálniuk kellett a tervezés menetét, majd a technikai ellenőrzés következett. A gépátvételt követően az is kiderült, hogy a kecskemétieké lett a mezőny legkönnyebb motorja 107,5 kg-mal. A szabad edzések során az elektromos motorral a 4. legjobb köridőt futották, így a 2. leggyorsabb motor lett a kecskemétieké. A futamot pedig a 3. helyen zárták. A Motostudenten elért sikerek után legközelebb tavasszal Olaszországban képviselteti magát a csapat egy nagy versenyen.
Madarasi László a Kecskeméti Lapok alapító szerkesztője életéről, munkásságáról és családi kapcsolatairól tartottak előadást pénteken délután a Katona József Emlékházban. A város 650. és a Kecskeméti Lapok 150. évfordulójához kapcsolódva az előadó Messznéder Klára nyugalmazott tanár, helytörténeti kutató az életrajzi áttekintés mellett számos érdekességet elmondott az izsáki születésű, jogi végzettségű Madarasiról, aki 1868-ban létrehozta városunk legrégebbi újságját, a Kecskeméti Lapokat. Az alapító életútjában máig nagy kérdőjel, hogy miért utazott Amerikába. A legvalószínűbb, hogy a kíváncsiság hajtotta. Minden esetre külföldi tartózkodása alatt Kosztarikában sárgalázzal betegedett meg, és meg is gyógyult egy bizonyos paprikának köszönhetően. Később sokaknak tudott segíteni ezzel a módszerrel, ezért csodadoktorként emlegették. Az előadásból az is kiderült, hogy Madarasi László egyik lányát, ifjabb Jókai Móra vette feleségül. Többet alhatunk hétvégén, ismét elkezdődik a téli időszámítás. Október 28-án vasárnap állítjuk vissza az órákat hajnali 3-ról 2 órára. Európában a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik, és március utolsó vasárnapjáig tart. Ennek megfelelően minden évben más dátumra esik, de az átállítás mindig a hét utolsó napján történik. Ugyan egy órával többet alhatunk, de az esték egyre sötétebbek és hidegebbek lesznek. Az óraátállítással évi mintegy 100-120 ezer megawattóra villamos energiát spórolunk, ami megfelel egy közepes magyar város éves fogyasztásának. Bár az előzetes hírek azok voltak, hogy 2019-ben eltörlik az óraátállítást, a legfrissebb információk alapján ez csak 2021-ben valósulhat meg. A menetrend változásokat és a telefonos órák átállását érdemes figyelemmel kísérni, hiszen ezek hiányában rengeteg kellemetlenség érhet bennünket az első pár napon. Mint minden évben, idén is megrendezték a Kodály Iskola születésnapi koncertjét. A közel 7 évtizedes intézmény múltjához méltó hangversennyel emlékezett meg indulásáról és az azóta eltelt sikerekben gazdag időszakról. Csütörtök este ismét zsúfolásig megtelt a Kodály Iskola, Nemesszegi Lajosné Szentkirályi Mártáról elnevezett díszterme. A hangverseny megnyitóján Alföldiné Dobozi Eszter, az iskola igazgatója beszélt az intézmény kezdeti nehézségeiről és az azóta eltelt közel 70 évről. Bár a kezdetekben mindössze 19 tanulója volt a tanintézetnek, ma már több mint 920 diák jár a Kodály Iskolába. A koncerten, a hangszeres szólistákon és énekeseken, valamint a néptánc tanoncokon kívül az iskola kórusai is felléptek. Először a közel 100 fős vegyeskar énekelt, majd a szeptemberben Görögországban nagy díjat szerző Mirákulum gyermekkórus, és az október első napjaiban Portugáliában kategória győzelmeket szerző Aurin leánykar adott műsort. Zárásul a Kodály leánykar lépett fel új karnagya, Kis Zoltán vezetése alatt. Immár 11. alkalommal rendezték meg az óvodások számára a városi versmondó versenyt. Hagyomány, hogy a Szórakaténusz Játékmúzeum ad otthont a megmérettetésnek október végén, és így volt ez idén is. 11. alkalommal rendezték meg a városi versmondó versenyt. Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő köszöntötte az ifjú szavalókat péntek délelőtt a Szórakaténusz Játékmúzeumban. A város óvodáiból 28 gyermek vett részt a megmérettetésen, a terem pedig zsúfolásig megtelt a felkészítő óvónőkkel, szülőkkel és nagyszülőkkel. A hagyományosan október utolsó hetében megszervezett versenyen idén 3 zsűritag értékelte a gyerekek produkcióit. Merz Fruzsina színművész, Tótné Gondi Ildikó, a Magyar Ilona Általános Iskola tagintézmény vezetője, és Kurilla Márta, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő és óvodai referens választották ki az 5 díjazottat. A legjobb versmondó idén Horváth Sára lett, Jenei Janka Judit élte bele magát a szavalatba a legjobban, a legszebben beszélő Takács Zsuzsanna lett, a legjobb kiállású Kulcsár Léna Tamara, az egyéniségéhez legjobban élő verset pedig Pásztor Gergő adta elő. A versenyen a hangulatról táncház is gondoskodott. Ezek voltak a hírös hírek pénteken este, most megmutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. 3 milliárd forintból egy év alatt valósult meg a Mercedes-Benz Akadémia. Kitiltották az országból, és 13 év fegyházra ítélték a homoszexuális prostituált gyilkosát.
átadtak a Bács-Kiskun megyei építészeti díjakat. A híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránk folytatódik a kiemelővel, amelyben ma beszámolunk a Mercedes-Benz Academy, vagyis a duális képzés Kecskeméti fellegvárának az átadójáról. Szólunk továbbá pályaválasztási kiállításról, és lesznek ma vendégeink is. Tóth Betti, a Tóth László Általános Iskola tagintézmény vezetője volt itt a stúdióban, akivel a Presley-Ridge módszerről beszélgetett kollégánk, és itt volt Héja Bella is, aki múlt pénteken vehette át a Junior Prima díjat. Ha lemaradtak híreinkről, akkor azokat megtalálják a hírportálunkon, a cím híres.hu, vagy meg tudják nézni a híres hírek ismétlését 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor és fél 9-kor. Valamennyi műsorunkat, így a híres híreket a kecskemétitv.hu weboldalon teljes egészében újra megtekinthetik. Friss híradóval legközelebb már a jövő héten, hétfőn este 19 órakor kolléganőm várja önöket. Nézzenek minket akkor is, most további jó tévézést kívánok, és egyben jó hétvégét, viszontlátásra! Hétvégén újra melegszik az idő. A szombati maximum hőmérséklet 23, míg a minimum 12 fok lesz. Bár erősen felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani, időnként megerősödik a déli szél. Vasárnap újra előjönnek a felhők, sőt a délután folyamán eső, záporeső is várható. Időnként erős lesz a déli délkeleti szél, a hőmérséklet 12 és 23 fok között alakul. Hétfőn borult lesz az ég, egész nap szükségünk lesz az esernyőkre, élénk lesz a délkeleti szél, a hőmérséklet 14 és 20 fok között ingadozik majd.